Üdvözlöm Önöket, Köröskényi István vagyok. Szevasztok kis arcok! Na, szevasztok kis arcok! A mai videónk MC Istiről fog szólni, akinél minden játszik. Miskos császára! Köröskényi István! MC Isti, szevasztok, a mai kaja innen a szobámból. Petrezselymes krumpli, rántott karfió, sült fűszeres csirkemell, tiramisu, Pepsi Cola, kávé, minden játszik. Ketchup, Taff, Shine International. Nézzétek meg, van itt nekem, Gillette, Taff, és minden játszik. MC Isti a legkeményebb cselekményekben van. Kemények lettek a cselekmények, mert én elkezdtem nyomni haver a rap szöveget. A Pityunál mindig tele van a hűtő és korlátlan a wifi. És minden játszik nálunk, gyerekek, sült krumpli, csalamádé, rántott hús, minden, amerikai burger, ami létezik, nálunk minden van. Nincs olyan, ami nincs, nálunk minden van. Nekem pénzem van, nekem mindenem van, én gazdag vagyok. Isti a legjobb minőségű ételeket teszi, és a legprímább ruhákban jár. 15 ezer, egy fila bakkancs. Bakkancs! Azért itt felöltözni fel tudok keményen. Van mit a tejbe aprítanom, magyarul. Művész nevét minden bizonnyal a szakmája után kapta, mert biztos ceremóniamesterként dolgozik. Erről szól, ez a dal erről szól. Van az MC Isti, meg van a DJ Miki. A Pityu odafigyel a testmozgásra. Kick és Thai box technikákat tanít a követőinek. Prezentálja, hogyan töri ketté a csirkeszárnyakat. Drop down and pray. Pisti egyik ikonikus pillanata volt, amikor a skandináv Living and Sleeping keretében kipróbált egy felfújhatós ágyat. Ez olyan, mint régen volt a vízfotel, tudjátok. Ez így működik. Ráfekszik. Fejtáblája van. Fejtábla van. Csaszadpart. Van a lízben. Kényelmes. Pityu annyira odafigyel az egészséges táplálkozásra, hogy a hűtőben tartja a fehérjeport. Illetve most próbálkozok a vegán proteinnel. Isti nem csak tiramisuval, de még potencia növelővel, sőt, még egy 2000 darabos, ami igazából nemzetközi egységes, D-vitaminnal is képes flexelni. Potencia növelő. Minden van. Férfi potencia növelő. Rákkeltő hatású potencia növelőt vont ki a forgalomból a Navy. Van D-vitamin külön. 2000 darab. A legkomolyabb kólákat issza. Nekem van mindenem. Ott van a Pepsi, ott vannak, megmutatom, kimehetünk a hűtőbe. Röhögök, iszom a jó hideg Pepsit, tudjátok, nekem van. 2,5 literes. Mutatnám egy jó kis Coca-Cola. Ez oda teszi magát, azért 1,75-ös. 2 literes koka, én vagyok a király. Olyan jóban vannak a kólájával, hogy már csak úgy hívja, hogy 2-es koka. 2-es kokával. A 2-es meg az 1,75-ös kokától meg is jött a tömeg a karra. Mutatnám közben a bütettemet. Karom elkezdett növekedni, az izomtömeg. Mondjuk azért tartanék nála egy vagyonosodási vizsgálatot, hogy miből futja erre a magas életre. Bőven van farmer, komandós cuccok is, ez ilyen varrott. Bőven van pénz, lóvé. Anyámnak van itt egy kis aranya. Na gyerekek, akkor számoljunk. 10, 180. A legdrágább kajákat ugye füstölt szalonával. Jó igazi magyar. Isti Magyarország első számú gangster rappere. Köröskény István Magyarország gangster rappere. Legújabb sikerdalát hozza. Tőle retteg a Family Discount Center környéke, ahogy esőtáncot jár az oszlop körül. Most pedig tekintsünk bele pár klipjébe, kezdjük is a Szervkereskedelem cíművel. Szervkereskedelem. Mafia. Szervkereskedelem! Németországban szervkereskedelem! Ebben a klipben betekintést nyerhetünk a hírhet német szervkereskedelembe, első kézből a mafiától. Az oroszok port tettek a pohárba, a csávó meg a barátnője bulizott a diszkóba. Mercedes-szel rabolták el
a gyereket, meg a barátnőjét, akit már a hetedik említenek, egy kínai nő. Igazán nemzetközi maffia dolgozik a Pityunak, Németországban összedolgoznak az oroszok meg a kínaiak. Az oroszok feladata, hogy port tegyenek a pohárba, a kínaiak feladata pedig az operálás. Még azért egy ukrán maffia sofőrt beletennék a sztoriba. Egy kínai nő, orvosi ruhába a beledet, a májadat kivágja. Isti zenéire jellemző a szerkesztetlenség, hogy olyan érzést keltsen a befogadóban, mintha közben találnák ki a sorokat, de ez nincs így. Ez tudatos művészi koncepció. Oda fent a hetedike, ebben az elhagyodott épületben működnek a dolgok. Nem ismerték beengedni az Istit a mafiózó japánok meg a kínaiak az épületükbe. Hetedik emeletről kinéztek, látták, hogy ott az Isti. Gyorsan rekeszeljük el az ajtót. Japánok, kínaiak, ezek az emberek, akik szerveket vesznek. Most pedig tekintsük meg, mekkora a bűn ereje. Mindenhol a bűn jelentkezik, állatkínzók. Isti zord borulátó zenéi az alvilág különböző bugyraiba kalauzolnak el minket. Szexuális csalások és egyéb dolgok. Ugye én mindig értelmes meg fontos témákról próbálok meg beszélni. Hiroshima atombomba, imádkoztak esztergomba. Pánia, kamantusza te pán. Ez itt Borsod, ne gyere erre. Do not come. I'm gonna come. Feltűnt, hogy Isti nagyon negatívan látja a világot. Én, Köröskényi István, én mondom el, hogy mi a világ. Egy szar a világ. Ezért ezzel a videóval szeretnék neki egy kicsit kedveskedni, hogy legyen egy kicsit vidámabb. Főleg, ha ennyi mindene megvan. Inkább az 1.75-ös kóláról csináljon zenét. Pepsi, minden, látjátok, sült krumpli, sült, kaja, pia, minden van, gyerekek. Ahogy minden sztárnak, Istinek is rengeteg virtuális ellenfele van, többek között Norbert Stu. Ez a videó kimondottan MC Istinek fog szólni a miskolci éhező bozgónak. Nézzed, MC Pista, legkomolyabb sütemény. Minden játszik, sajtok, és ezekkel kellene, hogy flexeljétek is, nem lejárt mája a trémmel. Isti live-ozós álmukfutásainak legjobb momentumait Norbert Stu áldásos munkájában a Miskolci Elmebeteg névre hallgató gyűjtőcsatornáján szedte össze. Videomániás csatorna is reklámozta Pistikét. Van ez a Norbert Stu, akivel ő folyamatosan vitázik és egymásra licitálnak, hogy ki tud jobb kajákat enni. Ez nem Norbert Stu, hanem itt van méret. A kemény Coca-Cola flexelések közepette Norbert Stu bevitte a kegyelemdöfést az Istinek. 29 üveg Coca-Colán van itthon, drága ananász barátom. Nem ahogy te flexelsz, egy 75-ös üveggel. Egy 75-ös. Így kell flexelni. A felvételekből nyilvánvaló, hogy Norbert Stu sokkal komolyabb háttérrel rendelkezik, ezt a versenyt ő nyerte meg. You win. Elindult a megerbe, megtesszük a feljelentést, megnézzük, hogy ki a hangember, Egri túra következik. Norbit az Isti le is osztotta az egyik beef rapjében. Kilogram gram, milligram kiló, milligram gram, kilogram kiló, Norbert Stu, rumungro. A számban Isti gyakorolta, hogy hogyan kell leolvasni a mérleget. Milligram gram, kilogram kiló, Köröskényi István Gágyó, Norbert Stu, meg rumungro. Most pedig várjuk, hogy a Norbert Stu visszabífeje és érkezzen a milliliter, liter, deciliter, hektoliter című szám. Márciusban. Halló? Anyám száma honnan van nálad? Ugye tudod, hogy te már a tizedik vagy a sorban? Fenyegetsz egy idős nőt? Ne egy idős nővel kezdjél! Szavaztok, a mai kaja innen a szobámból. Vannak, akik beszállnak az internetbe, és vannak, akik kiszállnak belőle. Tehát Magyarországon az internet már teljesen tönkrement, úgyhogy erről ennyit én kiszálltam. Ám Isti nem csak kommentelőkkel bífel, hanem madarakkal is. Egyik legemlékezetesebb alkotásában a károgó varjakról panaszkodik. Madarak vonyítanak rám! Megőrülök! Kövekkel haingálom őket! Vasakkal! Dobozokkal! Ilyeneket hallok! Vonyít a madár a fán! A zen Isti a nyugalmat szereti. Se madarak, se emberek ne zavarják meg a nyugalmát. Az a helyzet, hogy ugye... K***anyádat! Balasüket! Igen, és tüket vagyok! Na. Tavaly ősszel egy legenda keringett arról, hogy MC Isti benne volt az X-faktorban, csak kivágták, mert túl jó volt. Egyszerűen nem merték műsorba tenni, nehogy megszégyenítse a többieket. Gyerekek, és akkor itt vagyok a... a Kampón, a Tesco RTL klub környékén. Véget ért az X-faktor válogatás, gyerekek, úgyhogy a fekete pofon szintén elhangzott.
Egyébként azt láttam rajtuk, hogy igencsak néztek, tehát meg voltak lepődve. Elég profi vagyok, már régen csinálom, tudjátok ezt a zenei dolgot, tehát benne nem csalódnak. Hívták az RTL klubot, hogy Pistike nem szabad szerepel a tévébe. De nem kell csüggedni, mert az Isti rajongók annyira szerették volna látni ezt a felvételt, hogy megcsinálták a sajátjukat. Gyere szépen, hajrá, hajrá! A szavaztok, csicskák! Hello! Szia! Hogy hívnak? MC Isti, azaz Köröske István. Mit fogsz énekelni? Hardcore rap dolog lesz. Ó, ez nagyon jó. Egy fekete pofon, bekapó haver. Akkor, amikor nem számít rá. Jobbról támadnak, de balról ütnek. Fekete pofonnal kifektetnek. Csácsuk, csácsuk, haverok. Kegyetlen. Ezt a számot minden bizonnyal Will Smith inspirálta. Fekete pofonnal kifektetnek. Azt hiszem összeszedtem minden fontos infót Istivel kapcsolatban. Remélem ma is sokat tanultatok. A gyerekek elkezdtek lájkolni. Miután mindenki feliratkozott, csatlakozzatok csatornatagnak is, mert ahogy Isti mondta a legendás slágerében, még mindig nem elég. Még mindig nem elég a jóból, még mindig nem elég az életből. Úgyhogy erről ennyit én kiszálltam. Video. Kényelmes.